Hello mindenki! Vloggerkednél mi? Megvan a kamera, jó drága volt, lóvé elfogyott. Kiderült, hogy világítás is kéne, mert azért az mégiscsak egy fontos dolog. Csak a kamerától nem lesz jó a képe a videónak. Beszélő fej videókat készítenél. Valami minimális, bocsánat, valami minimális világítási szettre lenne szükséged, úgyhogy megmutatom a következőkben, hogy szerintem hát mi az a minimum, amit viszonylag olcsón ki lehet hozni, mint világítás, egy két lámpás szett. Szóval beszélő fej, videók, vloggerkedés. Ez leszel most te. Jó, tudom, te csinosabb vagy, mint Erzsike, de Erzsike legalább nem beszél sokat. Tudja, hogy rám fogják, hogy papet szexuális vagyok, de mindegy. Jó, ezt kivágjuk, vagy nem. A lényeg, amivel kezdődik a világítási szett, az az állvány. Ha nagyon akarsz rajta spórolni, mert ez a legdrágább része ennek a szettnek, tehát minden másba eléggé olcsón ki tudod hozni a lámpát, az izzót, a mit tudom én, micsodát, fényformálót, de az állványon nem lehet annyit spórolni. Annyit lehet spórolni, hogy körülbelül ilyen, ha szerencséd van, akkor 4, ha nem annyira, akkor 5000 forint körül vannak ezek a ropi állványok, amit ugyan ki lehet húzni ilyen 190-200 centi magasra, de olyan nagyon sokat nem lehet tőle várni, ugyanis egy-két év használat után, attól függ, hogy milyen gyakran fogod használni és csavargatni, húzogatni, hajlamos esetleg szétesni, vagy pedig arra, mint az enyém, hogy amennyit csavarok rajta, annyit fordul, sose áll meg. Tehát nagy lámpákat, nagy vakukat, nagy softboxokat nem nagyon fogsz rátenni, de egy ilyen fél kilós, egy kilós cuccot a ropi állványok is kibírnak. Darabja 5000 forint, és mivel két darabra lesz szükségünk, az például nem az a kategória. Egy kicsit komolyabb a gondolkodsz, akkor 10-12-15 környékén van. De ha nagyon meg akarod spórolni, akkor a partfishnél, meg a szikszalag, és akkor 5000 alatt vagy még bőven. Ezeknek ugye az az előnye, hogy azért könnyebb őket állítani, akár magasságban is, a tetejére biztos, hogy rá fognak menni a standard lámpa foglalatos lámpák. Amivel nagyon olcsón megúszod a lámpa kérdést, kettő darab lámpát, azok ezek az E27-es lámpafoglalatok. Ez a foglalat, ez pontosan ugyanaz, ami általában minden szobai, vagy a többségében minden szobai lámpánál használt izzóknak a foglalata, ugyanaz a méret, úgyhogy akár egy 60-as vagy 100-as körtét is belecsavarhatsz, Kínából, darabja 1500 forint, tehát kétszer 1500 forint, aminél most járunk, az 3000. Ez már úgy 13000 körül van. Az előnye, hogy rá lehet tenni őket standard lámpa állványra, tehát a felfogató foglalata az bármilyen, akár ez a kis ropi, akár a nagyobb lámpa állványra működőképes. Ennyi, és megcsavarod. Lehet állítani a szögét valamennyire, ugye a forgást azt egyértelmű, mert van egy kis csavar, amivel leföl tudod billenteni, és ennyi, meg egy bekapcsoló gomb, amivel ki és be lehet kapcsolni. Nem nagyon lehet szabályozni, tehát hogy visszább veszed a fényt, vagy erősebben szeretnéd a fényt, ezt csak úgy tudod megoldani, hogy közelebb teszed a fotó, videó alanyodhoz a lámpát, vagy pedig távolabb. Izzókból a minimum, amit ajánlok, ezek a csavart, viszonylag kompakt fénycső izzók, aminek a foglalata az E27-es, tehát simán belemegy, akár a szobai csillárba is, de ezekbe a lámpafoglalatokba is. Ez itt most éppen 45 wattos, szerintem úgy nagyjából az az a minimum, amit érdemes választani, de ha megteheted, már pedig nem lesz sokkal drágább, 1-2000 forint maximum a különbség, lehet, hogy csak 500, akkor ebből legalább egy 100-asat vagy nagyobbat vegyél. 45 watt sem elég arra, hogy mondjuk egy teljes alakos videót készíts, olyat, mint most itt én, ami nem is teljes alakos, csak fél, de erre sem nagyon elég, mert nem lehet tenni méterekre.
Tehát ez körülbelül ilyen fél méterre, maximum egy méterre működik, ha meg elé teszel még valami fényformálót, ami még visszafogja a fényét. Ezek az izzók körülbelül ilyen 1000-1200 forint körül vannak, hogyha Kínából rendeled meg. Teljesítményét azt nem nagyon lehet állítani, így most egész jónak tűnik, sőt erősnek is, de nem olyan sokat tesz hozzá ehhez a világításhoz, csak nagyon közelről leginkább, már ebből a távolságból, csak sejlik a fénye. És ha még elé teszek egy ernyőt, stb., akkor meg is halt. Hogy miért kell belőle kettő, azt majd elmondom. Igazából egyel is megoldható a dolog, de a kettővel kicsit érdekesebb lesz a világításod. És amit még ajánlok, az valamiféle fényformáló, ilyenkor mindenkinek a softbox szokott először eszébe jutni. Egy ernyő, amit ajánlok. A softboxok általában, főleg nagyobb méretben, ennél azért jóval drágábbak, tehát hogyha meg akarod úszni viszonylag olcsón, akkor simán megteszi egy ernyő is. Ez egyébként, hogyha nem túlságosan kemény fényt akarsz erőteljesebb árnyékokkal, akkor jobb megoldás, bár az ernyővel sokkal több fény elveszik, mert minden felé szórja a szobába a fényt, ennek köszönhetően szebb, lágyabb megvilágítást is ad. Jóval lágyabbat, mint bármilyen softbox egyébként. Softbox az sokkal irányítottabb, keményebb fény is, mint az ernyő. Körülbelül 1000 forint, hogyha Kínából rendeled meg. Két lámpás szetről beszéltem, de nem szükséges, hogy két ernyőt vásárolj. Szerintem az egyik lámpához, a főfényedhez esetleg elkelhet egy ilyen, úgyhogy egyel megúszod, ez csak 1000 forint akkor. Úgyhogy a végösszeg nálam, két darab ropi állvánnyal, kettő darab lámpafoglalattal, lámpával, kettő darab izzóval, 45 wattosokkal, és egy darab ernyővel 16.400 forint a mostani árfolyamon. Szóval, hogyha szerencséd van akcióban, akár ilyen 15.000 forintért ezt így cakpak meg tudod venni, de hogy rendezd mindezt el? Az egyik állványunk már oda van helyezve. Ez nagyjából ilyen 60 fokos szögben, hogyha ezt vesszük nullának a kamerával szemben. Bocsánat, hát videózok. Ha ezt vesszük nulla foknak, akkor körülbelül ahhoz képest ilyen 60 fokos szögben van elhelyezve, de ne vegyétek elő a szögmérőt, ez annyira nem fontos. Az a lényeg, hogy nagyjából fél oldalról érkezik a fény, és ami nagyon fontos, hogy fölülről érkezzen lehetőség szerint. Tehát ne az arcod magasságába tedd a lámpát, hanem magasabbra, 30-45 fokkal körülbelül lefelé jöjjön, sokkal természetesebbnek hat, hogyha fölülről van a fényforrás. A szobába a szobai lámpák is általában magasabbról világítanak, ha meg kimegyünk, akkor az Isten teremtette nap, vagy lehet, hogy ősrobbanás volt, igazából ez a mi szempontunkból teljesen mindegy. Szóval a nap is fölülről, illetve a fényforrások többsége, napon kívül nagyon sok természetes még nincs, de mindegy, nem megyünk bele. Utcai lámpák, na azért csak találtam valamit. Az utcai lámpák is fölülről világítnak többségébe. Arccal egy szintben lévő fényforrás nem annyira természetes, így szoktuk meg, ennyi az egész csak, tehát ez számunkra a természetes megvilágítás egy arcnak. Szóval ez nem annyira természetes, alulról meg eléggé horrorisztikus ez az lámpázgatás. Megijedtetek. Szóval az egyiket elhelyezzük így, aztán pedig jöhet rá a kis lámpa. Fejed irányába állítod, és az ernyőnk ja igen, a másik, ami lényeges és elfelejtettem, ernyőtartó van ezeken a kis lámpaállványokon. Nem az állványon, hanem ezen a lámpatartón, az E27-es 2000? 1500 forintos. 1500 forintos valamint. Tehát az ernyőt szépen bele lehet szúrni, ami tök jó. Aztán lehet, hogy így nem, mert nincs helyünk. Tehát olyan közelségbe tedd a fejhez az ernyőt, amennyire csak tudod, mivel nem túlságosan erős ez a fény. Ma mindjárt kipróbáljuk, hát nagyjából ennyit tud. Ilyen nélküle, és ilyen vele. Hogy érdekesebb legyen az egész videó, keres valami érdekes hátteret, egy olyat, amiből esetleg még egy kis fényt is nyerhetsz. És ez általában az ablak egy szobában. Tehát, hogyha például az ablak a háttered, ez nem kötelező természetesen, akkor egy kis ellenfényt is kaphatsz hátulról,
Ráadásul a viszonylag sötét sziluettje a fejednek, az elég szépen el fog válni a világos ablaktól. Ahhoz viszont, hogy kellő fényünk legyen, és azért ki tudjuk világítani a hátulról jövő marha erős nyári napsütés ellenére is ezt a fejet, és ne csak egy fekete sziluett legyen, egyrészt nagyon közel kell tenni a világítást, másrészt megfelelő beállítások kellenek. Amit én most használok ebben az esetben is, de itt a példában is azt láthatjátok közelebbről, az egy sima kit objektív, egy kis Milz fényképezőgépen, és ugye a kit objektív az általában fényerőben ilyen 3,5, 5-6, vagy rosszabb esetben 6-3-as fényerőt tud, hogyha nagyon rázoomoltok. Ami befolyásolja a megvilágítást is. Viszont a megvilágítás leginkább egy videókamera esetében a záridő változtatásával lehet. A záridő az viszonylag fix szokott lenni, általában a beállított képkocka szám dupláját szokták használni. Tehát, hogyha például most 30 fps, amit vesz másodpercenként ez a kamera, akkor érdemes olyan 60-at beállítani. A 60-ad másodperces záridő mellé, meg még az én esetemben jól belezoomolt 6,3-as fényerő mellé ez a lámpa elég kevéske. Úgyhogy kénytelen vagyok kompenzálni ezt a nagy sötétséget, mégpedig az ISO magasabbra állításával, attól függ, hogy milyenek a fényviszonyaid, ez lehet ilyen ISO 500, az esetemben 640. Ki tudom világítani az arcot, a háttér nem túlságosan kiégett, látszanak még akár a részletek az ablakon kívül, hogyha valakit nem érdekel a fejed, akkor el tudjon szórakozni azzal, hogy a szél fújja kint a fákat, stb. Egy 45 wattos lámpával mindez körülbelül így működik. Szóval ennyi tud a lámpánk, és ez a főfényünk. A második lámpánkat ellentétesen az előbbivel fogom feltenni, tehát körülbelül így a modellünk mögé, kicsit oldalt mögé, pontosan szembe a másikkal. Vagy nagyjából szembe, itt sem kell szögmérőzni természetesen. Ez is nagyjából ugyanolyan magasságra fölülről adni fog egy ilyen szép hajfényt, egy ilyen kiemelést, ami még jobban elválasztja a hátterétől a főtémát. Ez a másik lámpánk, és azért mondtam, hogy erre nem kell fényformáló, mert nem kell rá. Úgyhogy csak így pőrén a lámpa felkerül, és innen fölülről ad egy érdekesebb hajfényt. Hogy miért van szükség világításra. Hát így néz ki ennek a gépnek a képe, hogyha nem használok semmiféle világítást, csak rábízom a természetes fényre, amit a szobába beárad. Ahogy látjátok, ez nem az igazi. Hogyha bekapcsolom a szembefényt, a főfényünket, a 45 wattos ernyős lámpácskát, akkor ezt kapom. És hogyha emellé még a kis színező hajfényünket is bekapcsolom, csak hogy érdekesebb legyen, akkor pedig ezt. Ha azt mondod, hogy erre a hajfényre nincsen szükséged, akkor simán egy állvánnyal, egy lámpafoglalattal, egy izzóval, ami lehet akár 100 wattos is, illetve egy ernyővel, nagyjából fele árból is, tehát a 16 ezernek a fele 7-8 ezer forint környékén is megoldható ez a szett, ez az abszolút minimum, és nagyjából így néz ki. Plusz áron 16-ért így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett, remélem, hogy tudtam segíteni. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor egy diszlájkot, illetve ha még eddig nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a Patreonon támogatják a csatornát, és akiknek a neve éppen itt olvasható. Sziasztok, szép fényeket nektek!